Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk, meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják, itt rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, érdemes lesz. Ez itt a Gonosz Swift első adása, aki nem ismerné, hogy miről van szó, mert esetleg nem a nagy csatornáról tévedt át, akkor elmondanánk, hogy arról van szó, hogy meghívunk általunk érdekesnek vélt embereket, hogy vezessék a mi kis autónkat a mi kis pályánkon. És ez az autó tud egy trükköt, amit még neked nyilván nem lepleztünk le. Ne! Lesz egy trükk. Annyira tudtam, hogy kibasztok vele. Nem baszunk ki. Te egy alfával jöttél ide, ami azért azt sejteti, hogy szeretsz vezetni. Olyan ember nem lesz alfa, aki csak közlekedni akar. Igen. Hogy indult a te autós egyetfejlődésed, mire beültél ezt elvi jól? Atyaég, az nagyon hosszú történet. Igazából, hát nem tudom, hát nyilván fiatal koromban kezdtem ilyen nulla. Első autóm az egy Nissan Sherry volt, 70 ezer forintért vásároltam. Olyan is volt, tehát hogy ott... Ma nagyjából ugyanennyibe került. Tényleg? Akkor az nem vesztett az árából semmit, az egy nagyon jó autó volt. Akkoriban volt 23 éves, azt hiszem talán az autó. És hát onnan lépkedtem szép lassan volt, aztán velem egy idős Mondeo, nem velem egy idős, de hát nem tudom, az is a bűvös 300 ezres határt nem lépte át, aztán volt bukólámpás Szelikám, volt csíklámpás Alfa 33-asom, amit nagyon-nagyon szerettem, az 150 ezer forint volt, gyönyörű szép volt, de véres volt a torka, volt, hogy a váltószoknya alól kis füst szádogált az utastérbe, volt, hogy... Otthonosabb legyen. Igen, volt, hogy nem indult el, elvittem villamossági szervizbe, hogy akkor mi van, mondták, hogy indíts be, beindítottam, aztán, hát de most beindulom, tudom, úgy jöttem ide, mondom, amikor nem indul, akkor nem tudok idejönni, és mondta, hogy hát azt úgy tudják orvosolni a problémát, hogyha produkálja, úgyhogy azt nem tudták. Fogorvos, csak akkor mész, ha fáj. Igen, tehát hogy nem tudták megállapítani. Aztán, és mennyire érdekes, hogy az, tehát, hogy az egy szarautó volt, a 33-as, és mégis nagyon szerettem, és amikor eladtam üzemképtelenül, akkor azt gondoltam, hogy remélem még lesz alfám. Ezt többször elmondtad, hogy amúgy te nem vagy márkafanatikus, meg úgy általában nem, a kis egyházak itt távol állnak tőled. De azért az olasz vonal az így közelebb van hozzád. Hát igen, mert hogy szép, meg jó is vezetni. Aztán volt egy E90-es BMW, az is csodálatos volt, tehát egy hátsó kerék, meg sorhatos motor, az nagyon jó volt. Úgyhogy, szóval, hogy... De akkor te azon kevés magyar emberek közé tartozol, akiknek az esztergomi Swift kimaradt. Kimaradt, igen, azt megmondom őszintén, pedig ez egy azért jó autó, mert könnyű, egyszerű, igen, és hát bevallom őszintén, hogy azt én még 20 éves koromban egy haverommal megfogadtuk egymásnak, hogy soha nem lesz Swiftünk. Akkor ez most itt lehet, hogy bosszút el rajtad. A prekoncepció. De nem prekoncepció, hanem hogy az annyira, hogy az olyan, mert akkoriban ugye az volt a... Nem tudom, tehát, hogy a lenézett autó, egy pucat, igen, hogy abból nem volt érdekes, nem, azt hiszem akkor még, vagy lehet, hogy volt, már ebből volt sportverzió? Volt, GTI-nek hívták, ugye azok voltak a japánban összeszerelt, ugye a szedánból sosem, ugye az igen, a hogy a GTI, is. Tehát, hogy körbe röhögtük, akkor még azért lehetett kapni 300 ezer forint környékén 1.4-es Renault 5-ös turbót. Igen. Tehát, hogy... Az nagyjából egy kategória, meg Uno turbót is lehetett kapni pár százezer forintért. Tehát, hogy ez mit tudom, 2000-es évek elejéről beszélünk, ami... Istenem, már az is 20 évvel ezelőtt volt. Ebben nagyon durva belegondolni. Igen, tehát, hogy ott azért fillérekért lehetett kapni 80-as, 90-es évekből. Jó, tehát, hogy én nem tudom, a Szelikámat, azt... Volt Szelikád? Igen, egy bukólámpás Szelikám volt, GT, tehát 2000-es, 150 lóerős... Nem tudom, 250 ezer forintért vettem. Azt mondjuk, hogy te egy autósan kiélted magad. Hát igen, hát hogy szeretem, nem tudom, vagy ilyen,
nem tudom, mindig, amikor én mindig zavarban vagyok, mikor azt mondják, hogy ilyen, hogy autóbuzi, meg hogy benzinvérű, vagy nem tartom ilyennek magam, csak hogy szeretem az autókat, vagy hogy mondjam, így jobban lázba hoznak érdekesebb autók, mint... Igen, nem azt mondtam, hogy mint ez, mert most már ez is érdekes, hanem mint mondjuk az, ami ott áll az avar alatt. Egy G-Astra. Egy szürke igen, G-Astra. Igen, hogy az, komoly? Igen, hogy az már, amikor új volt, akkor se volt az, hogy ebbe úgy beülnék, mert úgy nem ülnék. És volt egyébként olyan, tehát volt egy 6-os fókuszom is, ami, vagy egy 8-as volt, nem, az a nagyon ritka, egy 8-as benzines fókusz. Hát tényleg abból csak egy ilyen 25 ezer darab készült kedd délután. Nem, az nem volt ez a Flexifuel, tudod, amiben igen, lehetett etanolt is. Alkohol és igen. És azt is szerettem, meg jó volt, nem romlott el, megbízott. Az egyet első ilyen modern autóm volt, vagy ami nem, tehát hogy ami szemmel látható összegbe került, és nem velem egy idős volt, hanem és nagyon szerettem, de hát az egy idő után ilyen unalma, vagy így az volt, hogy az ember mindig keres valamit. Igen. Nézd, bízunk benne, hogy ebben is meg fogod találni azt a valamit. Biztos vagyok benne, de nagyon félek, hogy mi lesz. Nézzük meg a pályát. Jó. Nincs benne fékpedál. Van benne? Igen. Igen. Motorfékkel megáll mindenhol. Ó, Istenem, jó. Figyelj, egy fontos érjön. Dolog van. Igen. A beidegződéseket engedd el. Igen, hát ez általában úgy vezet az ember, legyen nyitott valami újra most. Jaj, de jó! Az mekkora szöveg! Ismerkedj meg egy kicsit az autóval, nyugodtan lassan körbe mehetünk. Igen, jó, hát. Ja, jó, menjünk le. Mert miért csak gyorsan fog kijönni? Igen? Hagyjatok már, hagyd menjünk! Igen, elnézést kérek, bocsánat. Elrátod az időmérést. Bocsánat. Jó, és egy centit engedjétek le az ablakot, hogy be tudjuk számolni arra. Milyen? Ja, hogy te számolsz? Számolt rádión is. Számoltok rádióban? Persze. Azt láttátok, hogy Walter Röhr hogy szokott indulni, hogy így áll, és így fogja az óráját, elindítja a stopper, és tényleg csak nem így megy. Ahogy csinálhatod. Persze. 3, 2, 1, rajt! Annyira éreztem, hogy bazd meg! Ezt meg lehet így csinálni egy autón? Ezt meg lehet. Kurva élet, faszát! Azt! Hamar belejössz, ne aggódj! Persze, hogy hamar belejövök! Aha. Azaz. Jó, figyelj, ez körülbelül ezzel a tempóval fogjuk megcsinálni. Igen. Eddig nagyon jó. Megvan. Igen. Figyelj, gyorsan ráéreztél. Ajaj, hát kurva! Elfér. Jó, hát várjál, hát elfér. Elfér. Azaz. Elfér, jó lesz ez, enged figyelj, ki. Jó, ez jó. Enged ki, úgy. Igen. És akkor most oda be. Igen, várjál. Igen, tehát erre tekerném, erre úgy kell, az. Igen. Ó, basszus, figyelj, ezt. Áj, fogom vinni a kurva élet. Ajaj. Aha. Jó. Itt kiszállok a gecibe. Jó lesz. Figyelj, ott jó lesz, csak itt ez. Figyelj, ezt elviszünk. Figyelj, pár másodpercet, mehetsz. Jó. Kicsit a váltót is megbaszhattátok volna, hogy akkor a rükkvercbe menjen. Jó, nem. Tedd ki egy kicsit jobbra. Nem. Igen. Tedd ki egy kicsit jobbra. Jobbra, hát az könnyű. Melyik jobbra? Várjál most, melyik jobbra? Tekerd balra. Igen. Azaz. Igen. Király. Jó, meg leszünk, most leszünk meg. Ha jó tudom lesz. Egyáltalán, hogy merre elek. Jó lesz, ez most kiadja. Azaz. Azt a kurva élet. Jó? Megvan. Mondjuk egy szervót tehettetek volna. Van benne tényleg? Aha. Igen. És tényleg ez már szervó? Tényleg. Aha. Igen. Most az áttétel miatt. Jaj, ne! Hoppá! Micsoda mentés, láttad? Ez tényleg, másodikig tényleg nem váltottam fel. Azért látszik a marinációhoz utas tényleg. Azaz. Fiaszolom, ez nagyon profi. És balról. És erre, igen. Balról, hát... Várjál! Jó lesz ez. Azaz. Igen. Át a célvonalon. Át is kell menni? Át kell menni. Üdös picsába. Jó, itt megállsz.
10, ja, 10 perc, nem 18, volt nem volt rossz? Ez nem volt rossz. Ó, bazzeg! Nem megy a rádió, számoljatok be! Na, vigyétek vissza Esztergomba a szarotokat! Azt a kurva élet! Hú, leizzadtam egy kicsit. Most jön a nagyon rossz sportközvetítői kérdés. Milyen érzés volt? Figyelj, nagyon jó, kicsit darabos a kanyarokba, de aztán az utolsó pillanatban elfordul. Picit hosszúnak éreztem a második fokozatot. Hát kurva szar így vezetni, hát borzasztó. Borzasztó, és volt egy ilyen sandagyanú már, amikor elindultam. Elfordítottam a kormányt, és ott így éreztem, hogy ez bebizonyosodott, és... De azt mondta Oliver, hogy egész jól belejöttem. Nézd, annyi, hogy nem tudtam. Meglepődtünk, hogy milyen hát azon én is, hogy milyen közel vannak ezek az olajos hordók, azon én is meglepődtem, hogy hopp, itt is jön egy, ott is jön egy. Csak úgy eléd ugrálnak. Ja, Istenem. De nagyon hamar ráéreztél, és azt néztük, hogy az autókezelésedet alapvetően nem rontotta el. Tehát, hogy... Ugyanolyan szar volt előtte is. Hogy az autókezelésed előtt is ugyanolyan borzasztó volt, hogy gyakorlatilag tök mindegy, merre. Szörnyen. Az a baj, hogy nagyon közel volt. Szerintem ott vesztettem a legtöbb időt. Nagyon közel voltam a baloldali gumikhoz, és akkor tudtam, hogy át kéne valahogy mennem egy picit jobb oldal, és az már azért úgy nehezen ment. Hát, a szlalom, hát ott csak észnél kell lenni, hogy amerre gondolnád. Az hogy csak észnél kell lenni. Hát Hamiltonnak igen, is tudod, csak végig igen. Kell menni. Jó, igen, neki, na, és látod, neki rendes áttétel van a kormányába, tehát, hogy ott azért ott arra nem megy. Nem mondjam amelyre. Az idődet? Vagy majd inkább a másik. Nem, de mondj, alázd meg nyugodtan. 2.35.21. Na, az figyelsz, hogy nem egy olyan 2.35.21, de ugye a pályabíró hátul azt mondta, hogy volt érintésed. 2. Basszatok hozzá 5 másodpercet, tizet, hát hol nem szarok? 10? Akkor menjen 10, hát figyelj, nagyvonalú vagyok. Legyen 2.45, és? 2.45, én azt gondolom, hogy... Volt valaki, aki jobban teljesítette? Nem, mert én vagyok az első, köszönöm szépen. Ennyi. Látod, a kompetitív felfogás. Istenem. Gonosz Swift, hát igen, az nem a motorerőre vonatkozott a gonoszság, hanem... Nézd, a Gonosz Swift az a munkanév volt, csak lusták voltunk jobban kitalálni, így... De talán, azt gondolom. Gyere hozzánk, kibaszunk veled erőből. Legyen ez a... Jaj, nem szabad, lehet csúnyán beszélni? Én nem nézzük tudom, hogy kik a... Hát ezt akkor így nem fogják nézni, de... Ahogy láttuk... Meg tudom, hogy a komment szekcióban, hogy már elkezdenek jönni, hogy... Ó, hát ha én ott lettem volna, akkor... Vegyük fel a rajtpozíciót, de hát én vagyok egyet. Itt. 3, 2, 1, rajt! Azaz, elfordult. Igen. Nem tud mit kezdeni az elszorduló lovakkal. Hallod, sokkal lendületesebb, mint volt. Hol lesz ott a tolatást nekem? Oké. Jó. Picit. Jó, az első szektorban már van egy mínusz 5 másodperc. Tényleg? Jaj, de jó. Jaj, ne! Jó, ne. Az innen még meg lesz. Jó. Engedj ő te. Ó, basz meg! Gyorsan meg a fasz, vissza. A kurva élet. Jó lesz, mínusz 5, de nem baj. Jobb szélét célod. Igen, jobb szélét, hát azt célozom! És balra kormányoz közben, azaz. Aha, jó, meg lesz. Jó, még menj előrébb. Még menjek előrébb? Menj egy kicsit már. Itt, jó, oké. Bóját, oké. Oké. Jó lesz, koppanásig. Ha nem átul, csak a kormány. Jó, oké. Okay. És itt már jót vagyunk, ugye? Aha. Jújjújjújjújjúj! Ennyi, mehet. Aha, jó. Aha, jól, jó, ez az, mindig, jó ez. Ez nagyon izé, ez nagyon genyó. És ugyanúgy erről. Igen, ezt megkerüljük. De igen. Azaz. Hoppá! Nagyon felpörgette, nagyon kiengedte az elejét. Jó. Legalább 30 másodperces javulás lesz. Tényleg? Aha. Na akkor a másfél perc. Ja, 2 perc. 2 és fél perc. Vagy 2.45 volt? Okay, igen. Az előrelépés drámai? Tényleg? 1.29.19. Na! 1 percet hoztál. Gyerekek! Az egy univerzum. Igen, viszont lebori. Igen. Az 1.34.19. Tehát egy 1.34 a büntetéssel együtt? Így van. Mert hogy az 5 másodperc. Így van. Tehát javítottál
majdnem egy percet. Igen, igen. Jó, hát az a célom, hogy a harmadik futamba, hogy legalább ezt a abroncsot ne basszam le. Kis lépésekbe kell haladni. Igen, a terved a következő gyorsaság. Hát szeretnék végigérni rajta. De azt látom a mozdulataidon, hogy kezd összeállni. Hát figyelj, nem tudom, visszafelé ez az utolsó hordó, ez mindig megtréfál valami miatt. Nem tettük arra. És mindig mondja Oliver, hogy jó, mondom, dehogy jó, hát így jön velünk szembe. De aztán jó lett, tehát hogy legalább azt nem kocoltam le. Én látom a fejlődést, azért... akkor is légy optimista, és most tartok egy optimista vagyok, jó. Jézus Mária. Ez mi, ez szabadon így, ki, ez kintről így, innen szívja be? Nem, ez még nincs kész. Ja, azért jó. Ez még nagyon nincs kész. De az és volt, hogy... innen pedig fölmegy majd a snorkel, és föntről szívja, mert ez ugye le tud menni víz alá is. Ja, igen. Az inkább egy kicsit kapogott, de aztán megoldottuk. És itt van a logótok. Óriási. Figyelj, nagyon, tehát hogy jó ez a gumi. Jó, ez jó, hogy ez ilyen. Sokan dolgozom vele. Gondolom. Tudod, a NKH nagyon morcos, hogyha kinyomlak egy sikert. Ez tréleren, hogy visszatek valahova, és erre kell gondolom engedélyt kérni, nem? Hogy milyen fajtát? Ja, nem, akkor nem. Hegeszted, Diffi, jaj, de rég hallottam ezt a szót, jaj, de csoda. Hát itt főleg az ilyen találkozhat. Nem tudom, mikor te 98-ban vittek valami ladával, aminek kilincsel előre, minden, és kérdeztem a csávót, hogy mondom, mi az anyja picsájától megy így ez az autó, és akkor hátra nézett, és mondta, Hegeszted, Diffi, zsugormotor. Ez kurvára tetszik, és ebben milyen motor van? 1-3 turbo. Megyünk a keréken 250, igen. 250 lóerő a keréken, és összkerekesed is. Ja, igen, mert van már is Subaru. Aha. Igen. Ennél az autónál is de amúgy itt... Hát OMP volt. Jaj, hát ezek békebeli, csodálatos dolgok, pirosra festett torony merevi. Gyárek, gyerek! Ez egy nagyon igényes. Ennek mi a története? Hogy annak az a kompresztoria, hogy ugye csinálgattuk ezeket az összkerekes Suzuki-kat, főleg ezt. Dőlt a pénz, és nem tudom, és, mire és tőle csak csináljuk. Rendeltünk hármat, de még egyet csak meg. De mi? De mi? És vettél egy Toyota Yaris-t? Aha, ugyanazzal a... És most úgy mondod, egy csomó haverom hordja ilyennel Ovika a gyerekét. Nem az, de nem. Ahogy Arisza. Hogy, kérem, nem, ő ezt ilyen lenézően mondja. Nem, de. Nem olasz! Nem lenézően, hanem hát, hogy ez egy borzasztó drága autó. Minden relatív. Ahhoz képest. Hát még most. Minden relatív. Hát az drágán. Hát úgy relatív, hát hogy ehhez képest, amit ugye. De azt gondolod, hogy az nem. De ez a kettő közel van. Tényleg? Mm-hmm. És ezért jutottunk el idáig. Igen. Mert mire egy ilyen autó kész van, és ott vagyunk el. Majdnem, mint ennél, és iszonyatosan üzemórás. De ezt is reszelgetitek. Igen. De ez nem üzemórás. Tehát ez 400 lovarőnél még nem lesz üzemórás. Hát most ez megkotlott, de ez, az megkotlott. Ez nem. Végül úgy is az lesz, mert különben szal az egész. Hát ilyeneket raksz fel. Auditoriak ez a Dubáj, hogy tehát, hogy ő viszi mindig valahova megiratni. Ezt meg kell írni, és akkor jó lesz, meg kell iratni. És akkor nem tudom, hogy kerek harasztiba megírják, az nagyon jó lesz. És mikor eladtam az Audit, akkor mondom, hogy szerettem volna, amit jobb vezetni, meg kellett volna iratni. Nem, Tomi, mondom, nem meg kell iratni. Hanem mondom, ha erősebb autót akarsz, akkor kell venni egy olyat, amiben erősebb motor van. De azt Ingolstadtban kitalálták, mondom, azt én ilyen fehér köpenyes mérnököknek, hogy figyelj Jürgen, ezt kicsit elbasztátok, de én ezt kerekharasztiban még szerencse, hogy megirattam tényleg karcsikával. És akkor mondta, hogy mert nagyon ügyesen megírja. Hát mondom, Superman... Jó, de az ingolstadti mérnökök mit szólnának ahhoz? Akkor ez jobban viselkedik, mint az. Ez működik. Működik, amit látom, úgy látom, hogy egy fel van emelve, és így nincs. Hát fejlesztés alatt van ebben a pillanatban, de ez holnap hát az is. Működik, ez igaz? Holnap. De hogyha kimegyünk egy pályanapra, ez lábon megy haza a tréleren. Tényleg? Uh-huh. Igen, és nem feltétlen azért, mert nem jöhet haza lábon, hanem nem tud általában. Meggyőztetek. Kezd kacsingatni a japán felé. Ja nem kacsingat, nem szeretem a japán autókat. Ezt lehet, hogy szeretnéd. Nem, ezt biztos szeretném. Látod, ebben most beszólt. Tök jól.
aztán hazamennék, és nem ezzel, hanem... Vannak idegesítve egy autók. Nem tudom. Vannak idegesítve egy autók. Engem igen, igen. Hát, hogy az van, mert mindig azt mondják, hogy figyelj, megbízható technika, sose romlik kell. Hát hurrá, bazzen! Igen, és? Itt még egy pár gyöngytelet fejtegetünk. Itt lehet? Ne! Ne! Ismerős lesz. Ne! Baszd meg! Hát ezzel kezdtétek volna, Mercit se szeretem. Tényleg nem szeretem, vagy nem mozgatott meg, de hát azért ha-hó. Igen, ezt lát... Ja nem, ezt nem láthattam az AMTS-en, ugye? De. Nem, de? Ment, meg kint is volt. De minden évben megyünk. Ja, de? Na, akkor ezt láttam az AMTS-en. Hát jó, ez azért jó. Majd még kérdezgetnék. Akkor mi készen állunk. Figyelj, hogy veszi a for? De úgyis, hát már elfelejtettem. Igen? Na jó, akar már menni a Suzy. Látom, hogy alig bírod visszafogni a kocsit. Hát mozd meg! Ez a legjobb! 3, 2, várjál! 3, 2, 1, a legjobb ez a túráztatás, és utána egy nyugdíjas indulás. Ó, Istenem, jaj. Jó, de várjál, és... Itt elég kisebbeket kormányozni. Igen. Az a titok. És már a második körnél jó lett. Visszafele jó lett. Jaj, nem, hiszem el. Igen, jó. Vedd közelre. Jó, oké. Úgy. Oké, most viszont... Hol? Nem más! Picsába! Ne, mehetsz előre. Elfér. Semmi, figyelj. Igen? Aha. Elf? Tényleg? Elf. Tényleg elfér? Szedd alá. És tényleg. Elfér. Jó. Azaz, másik. Nem! Koppanásig, gyorsan kop. Jó, semmi, figyeld, ez úgyis meg lehet. Ah, boly. Aha, igen, jó. Betli. Nem tudom, kiket akartuk még ide meghívni. Remélem, hogy bénákat. Gyerünk! Na, ez visszafele nagyon szép volt. Kiváló. És beérkezik, ez az, nagy gáz. Jó. Dani, vázold a hibákat, kérlek. Több is volt? Szerintem csak a parkolásnál volt búja. Amúgy se lett volna jobb az idő, nem? 1.28-nál nem lett volna jobb. Hát nézd, az előző hibád az ugye 1.29 volt hibával. Igen. Nem, hibával. Nem, bocsánat. Hiba nélkül volt 1.29, igen, tehát lett... 1.34. Igen, most viszont mentél egy 1.20-at. 1.20-at? Igen, mondom, brutál javuláson, két hibával. Igen, tudom, akkor az 1.30. 1.30, tehát ez a legjobb időd. Ez a legjobb időm, két hibával. Miért mentél neki annak a két izének? Nagyon. Na de most őszintén, megjött a végére az, hogy már a kihívást látod benne, és nem a szenvedést, és hogy jobbat akarsz? Ja persze. Sőt, az már a második körnél megjött, mert az elsőnél, hát nem azt mondom, hogy beleszoktam, hanem ott már láttam, hogy mit kéne másképp. A másodiknál majdnem végre tudtam hajtani, és itt a harmadiknál, meg ugye volt közben ez a műhelybejárás, ami teljesen elvette az eszemet, de jó, most már nem tudom, egyre jobban ment a szlalom, nem? Oliver azt mondta, hogy ez most már nagyon jó volt. Hát figyelj, ez a tolatás, ez még mindig nem az én világom. Hát, így meg aztán pláne, így figyelj. Igen. De nézd, figyelj, tiéd a legjobb idő. Igen, hát hagyjál békén. Viszont most szeretnénk kérni egy dolgot. Van Igen? egy olyan tervünk, hogy mindenki, aki vezeti. Természetesen. Írja alá a géptetőt, mert jó. Lehet, hogy aztán majd, hogyha szegény autó kifutott, akkor egy jótékonysági elverésen ezt a géptetőt értékesítenék. Ja. Akkor nem írom alá, lehet, hogy... Hogy adjuk el? Azt nem fog sérülni. De ez van logó. Fog sérülni itt a tető, hidd el. Fog itt sérülni. Még vegyek egyet, és a tető is... Akartok ezért pénzt kapni, mert akkor nem írom alá. De hol? Itt a fehéred? A fehéred? Ahol, hát, hogy ahol szimpatikus. Lehet szerintem a logó, akkor a legpara, lehet. Igen, akkor a legparasztabb helye, tehát ahol legjobban látszik. És bízunk benne, hogy
a szezon végére nagyon sok aláírás lesz rajta. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást, ne vicceljetek, ez csodálatos. Amit szeretnél. Ja, nagyon, azt nagyon szeretném, mert meg megígértétek többen, többször. Itt van, fenn van a kamerán. Pont elveszett a nyersanyag.